tábla jelzi Nyíregyházán a bújtosítónál, hogy jégre lépni életveszélyes és tilos. Ugye a múlt hét szombat óta tartósan 0 Celsius fok alatti a hőmérséklet, még nem lehet biztonsággal rálépni a befagyott víz felületére. Ennek a leszakadt faágnak ugyan ellenáll a jégpáncél, egy legalább 50 kilós ember súlya azonban könnyen repedést okozhat. Legalább 10, de inkább 12-15 cm vastagságúnak kell lennie a jégnek, hogy azon biztonsággal lehessen sétálni vagy korcsolyázni. Csak ott lehet ezt végrehajtani, ezt a tevékenységet egyébként, amely nem esik hatósági tilalom alá. Aztán, ha elindulunk, már az öltözködésünkkel is készüljünk arra, hogy biztonságban legyünk, tehát több rétegű, kis, net szívó tulajdonságú jellemzőjű ruházatot vegyünk föl. Ha tudunk, akkor ne egyedül, hanem másod vagy harmad magunkkal menjünk a jégfelületre, hiszen hogyha valamilyen probléma bekövetkezik, akkor legyen, aki segítséget nyújt, vagy segítséget hív. Amikor a jégen tartózkodunk, és valami recsegő, ropogó hangot, vagy rianás hangjait halljuk, akkor azonnal hagyjuk el a jégfelületet az első lehetséges biztonságos pont irányába. Tűzoltók mutatták be 2 éve a jégről mentés lépéseit. A bajba jutott személy a körülötte megmaradt jégfelületen kapaszkodik, ilyenkor a lábai mozgatásával próbálja szinten tartani a vérkeringését a segítség megérkezéséig. A tapasztalatok szerint egyébként az emberek egyre felelősségteljesebbek a jégre lépést illetően, de minden télen akad néhány éles mentési akciója a tűzoltóknak a megyében. A recsegés ropogás meghallásakor akkor lehet egy olyan biztonsági tevékenységünk, hogy a jégfelületre fekszünk, ezáltal ugye a súlyelosztás egyenletesebb lesz, és tulajdonképpen kúszva közelítjük meg az első biztonságos pontot. De a legproblémásabb eset nyilván, hogyha a jég beszakad alattunk, ilyenkor nyilván az ember pánikba fog kerülni, pánik helyzetbe kerülhet, de próbáljuk meg a jégbe megkapaszkodni, és az előbb említett társaink pedig a lehetséges valamely eszközzel, akár bottal, akár faággal, nadrágszív, vagy bármilyen eszközzel próbálja meg kimenteni a jégbe zuhant embert. A jégre lépés veszélyeire egyébként minden tó- és víztározó üzemeltetője köteles felhívni a figyelmet, és nekik is kell meghatározniuk azt a területet, ahol alkalmas a jégvastagság a sportolásra. Ami biztos, hogy további 4-5 tartósan fagypont alatti napra szükség van ahhoz, hogy a korcsolyázni vágyók biztonsággal használhassák a befagyott vízfelületeket.